koncentrál, bemutatja színpadán Purpuláv Tomás! Szép estét kívánok, nagyon szépen köszönöm a tapsot. Mint elhangzott, Purpuláv Tamásnak hívnak. Amatőr stand-up comedyvel foglalkozom, bár egy kicsit veszélyes ez a kifejezés, mert egy falunapon ki volt írva, hogy amatőr stand-up comedy Purpuláv Tamással. Oda józám egy delikvens, azt mondja, figyelj ide, azt értem, hogy amatőr vagy, de mit át fogsz táncolni? Bár unokabátyám szerint az amatőr az a szarnak a szinonimája, így azóta bimbózó tehetség, ezt a kifejezést alkalmazom. De igazságtalan lennék, ha azt mondanám, hogy csak ilyen rossz fellépések vannak, mert voltam például Győrben, egy 4 csillagos szállodában szállásoltak el, és öltön nyakkendőbe, teljes harci díszbe futok a lifthez, mert természetesen késésben vagyok. Beszállok a harmadikon, egészen a másodikig utazunk, ahol kinyílik az ajtó, és 2 fehér neműbe öltöző csaj áll velem szembe, az egyik Mikulásnak illusztrálva, a másik meg Örödöknek illusztrálva. Hát kb. Én is úgy néztem, mint a hölgy ilyen tátott szemekkel, ezt nem hiszem el. De becsukódott mögöttük a liftajtó, én meg így kerestem a stopgombot, mondom, köszönöm Istenem! Hát, ha meg lesz a tricikli, de gondoljátok, hogy akinek ilyen dumálókája van, mint nekem, az csak nem bírja ki, hogy ne ugasson be nekik. Mondom, aztán drágáim, hova megyünk ilyen lengén? Nem venném ám a szívemre, ha meghűlnétek? Mikulásnak így beindulnak a fogaskerekek, azt mondja, jelmezbálba. Azt mondom, a 4. a vezérigazgatók meg hűtlen férnek vannak öltözve, nem maradom. Mondom, kicsim, nem kell szégyelni, én is fellépni megyek. Azt mondja, igen, és te mivel lépsz fel? Mondom, kicsim, én is a számmal keresem a pénzt, mint te. Ezek kinyilott a liftot, én kiszálltam, ezek meg ott vakarják a fejüket, hogy na de nyakkendőbe? Nem ez volt az egyetlen alkalom, amikor örömlányokkal sodort össze az ég. Nem fizettem érte, tehát ne legyünk rossz indulatúak. Feléptem egy nightclubban, amiről nem mesélnék, mert azt a hibát nem követném el, mint Aranyosi Péter, hogy egy gangster születésnapról meséljek, de ott ilyen ismeretség köttetett, és egy vicces történet fakadt ebből, amire engedélyt kértem, és elmesélhetem. Fenn vagyok a konditerembe, nem mosolyogja, ez még nem a poén volt, tehát nem törölközőt osztogatok, nem is takarítani járok oda, hanem így edzegetek. Bár ahogy faterom mondaná, hogy édesfiam, 3,5 évet dolgoztál azért keményen, hogy úgy nézél ki, mint aki nem csinál semmit. Szóval így fenn vagyok, és megjön Zsolti, a nightclubnak a tulajdonosa, meg a kislányok, akik pénzért árulják a szerelmet, ugye? És így kislányok megismernek, odafutnak hozzám, hogy jaj, Tomi, olyan szopi voltál múltkor, amit nevetgéltünk rajtad, hú, gyere máskor is. Zsolti lecsapott az üzleti lehetőségre, azt mondja, Tomika, gyere hozzánk Bátron bármikor, vendégem vagy egy ingyen szopásra. Így megállt mindenki az edzésbe, érted? A kínos csendnek csak egy leeső súly vetett véget. Hát én meg így menekülnék a kényes szituációból, mondom, köszi Zsoltikám, illetve köszi Zsoltikám. És így sétálok el. Jó, nem én foglak leszopni. Hát, ez is segített sokat a helyzeten, azt kell, hogy mondjam. A Zsolti meg a lányok elmentek az emeletre, én lemaradok, edzegetek tovább. Fönn fitnessgépek vannak, de ez most részletkérdés. És bejön egy gyönyörű szép lány a konditerembe, és én így félhangosan megjegyzem, hogy végre itt a tavasz megtelik jó csajokkal a konditerem. Mire megszól a mellettem lévő csávó, azt mondja, figyelj ide, ha te Zsoltival haverkodsz, neked a csajokkal nem lesz gondod. Nem félreérted, mondom, nem kuncsaf vagyok, fellépek nála. Megint így megállt mindenki az edzeg. Mondom, ezeknek meg mi baj? Ja, mondom, nem táncolok, stand up! De nem hiszitek el, ilyen felkérés is volt. Tárgyalok így a lánybúcsú szervezőivel, azt mondja, hogy figyelj ide, Tamás, te csak így kiállsz a színpadra, és így dumálsz a mikrofonba. Hát mondom, figyelj ide. Ez a stand-up lényege, hogy egy majom, jelen esetben én, kiáll ide, és hülyét csinál magából, a közönség reméljük legnagyobb örömére. Azt mondja, aha, és így figyelj, így táncolni nem szoktál? Hát mondom, figyelj ide, lejthetünk közben egy csárdást, de nem igen hiszem, hogy emeli a műsor színvonalát. Azt mondja, nem úgy értem, hanem, hogy vetkőzni nem szoktál? Hát mondom, figyelj, de szögezzük le itt az elején. Van az a pénz. De most még csak mosolyogsz rajta, hogy levetkőzök, de meglátod a pöcsümet, kitör a rögés. Hát hazaérek, azt mondja a párom, meg ne tudjam, hogy levetkőzöl a lánybúcsún. Mondom, miért, kicsim? Adnak 200 000-et, én simán levetkőzöm. Párom, innek kell gondolkodni. Ha, szégyelőse vagy te annál, mint hogy 200 000-ért levetkőzzél. Mondom, fenébe igazán beszéltük, hogy nincs mire felvágni. De mondom, kicsim, adnak 500 000-t, én levetkőzöm nekik. Párom így gondolkodik, 500 000? Megjelentek a dollárják a szemhelyén, azt mondja, tudod mit, annyira levetkőzhetsz nekik. Mondom, kicsim, annyira levetkőznél te is, nem? Azt mondja, én 200 000-ért is.
hogy kicsit jobban megismerjétek a páromat, el kell, hogy mondjam, hogy ő egy városi lány, én meg egy falusi fiú vagyok, és így szoktatom a falusi életre. Elvittem Szilvát szedni, már egy órája szedjük a Szilvát, akkor megkérdezi édesapámot, hogy Janibá, mi az Isten fognak kezdeni ennyi befőttel? Mire apám, megisszuk, Dórikám, megisszuk. Nálunk tartja egy mondás, hogy amiből lekvárt lehet főzni, abból pálinkát is. Annak idején nem tudtam, hogy a nagymamám és a nagypapám mind vitatkoznak. Egyharmad? Kétharmad? Egyharmad, ha mondom. Hát mondom, nincsenek választások, mi az Istenről lehet szó? Később megtudtam, hogy a barack sorsáról döntöttek. És nem a nagymamám kampányolt a pálinka mellett, ezt még így tegyük hozzá. Egyébként láttátok volna édesapám tekintetét, amikor édesanyám egy frissen válogatott tálca szilvával megindult felfelé, hogy ebből bizony gombóc lesz. Hát a tekintettel lehet ölni, az fateré volt. Egy deci folyékony arany, ezen nálunk nem lehet viccelni. Egyébként, hogyha már itt szóba került édesapám, el kell, hogy mondjam, hogy ő nem támogatja ezt a szendapot, mert az a véleménye róla, hogy jó szórakozás ez a hülyéskedés, fiam, de ebből nem lehet megélni, jobban örültem volna, felrotálod a kertet. Kösz, Vater. Gondolom, senkit nem lepek meg azzal, hogy mi nem csak lefőzzük a pálinkát, hanem meg is isszuk. Lassan egy ilyen éve van, hogy volt a 30. születésnapom, és a barátaim jöttek Csőstől, és édesapám várta őket a bejáratban, gyakorlatilag piát osztogatott, ebben lehet rá számítani. És minden barátommal közölte, hogy itt addig be nem léptek, amíg nem isztok egyet az új szilvából. Hát barátaimat nem kell félteni, csú, bevertek egyet az új szilvából. És így lépnének be a házba, azt mondja apám, na gyerekek. Itt addig be nem léptek, amíg az új barackot meg nem kóstoljátok. Hát barátaim, mindig nem kell félteni, tyuk, bevernek egyet a barackból is. És így lépnének be a házba, azt mondja apám, jó gyerekek, idén a körte, az valami isteni. Azt mondja keke barátom, Jani ne, az Isten áldjon, meg nem bírom. Azt mondja, mi? Nem ízlett a barack? Hát megmondom őszintén, a szilva jobban ízlett. Így áll még egy szilvát. Tehát nálunk ebből a Bermuda háromszögből nagyon nehéz kikeveredni, ez a barack körte szilva, barack körte szilva. A törkő is csak délibáb. És édesapámnak sikerül 21-re lapot húznia, az új boromat még meg se kóstoltátok. Itt pusztulják el, volt olyan barátom, aki nem ért be az ajtón. Kiszedtem össze az ajándékokat. Megtalálom Gabi barátomat a fenyőfa alatt, négy kézláb, görcsösen összeszorított szemekkel. Megvakultam apát pálinkájától. Megvakultam apát pálinkájától. Hányt egy jó képű tágnyitott a szemét, azt látok, látok. Nagyon veszélyes a pater, Isten az atyám. Hogy mennyire veszélyes, múltkor beteg vagyok, meglátogat Gabi barátom, aki nem összekeverendő a Gáborral, de ebből most nem menjünk bele. És elkövette azt a hibát, hogy apám engedte be a pincén keresztül, amire fölért a lépcső tetejére, 3000 volt a vérébe. Tőlem meg már csak ropogtatni valót fogadott el. Nem leszünk így jóba, de hogy ne csak a barátaimat savazzam, hanem saját magamat is. El kell, hogy mondjam, hogy néha, időközönként, néha napján, hébe-hóba, én is részegen érek haza, és így tántorgok fel a lépcsőn, azt tudom, mi van, és szembesülök azzal a problémával, hogy ez a rohadt nagy kulcs iszonyú nehezen megy bele abba az icili-picili kulcsukba, és így helyesen az úr, gondolom már volt ilyen probléma önnek is, tehát széttűzdelem az árnak a környékére, nem jövök zavarba, letérdelek, bal kézzel megfogom a kulcsukat, jobb kézzel határozott mozdulattal véresre böködöm az ujjamat. De mit hall édesanyám ott bentről? Cs, 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 kopognak. Ki a rosszabb lehet az ilyen késő éjszaka? Hát miután kinyitotta az ajtót, még kétszer térkalácson szúrtam a kulcsa. Miután pofára beestem a nappaliba. Köszönöm. Úgy érzem, hogy tettem némi tanúbizonyságot arról, hogy van dumálókám, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem csak a színpadon jön jól, meg a liftben ez a dumálóka, hanem így az élet más területein is. Például, amikor megállítanak a rendőrök, leintenek gyorshajtásért, elkérik a papírjaimat, átadom, azt mondja a rendőr, Tamás, mennyivel ment? Hát mondom úgy, 50, 52 maximum, biztos úr. Nem, 72. Mondom, Isten lássa lelkemet, éppen 20 kilométerre több, mint amennyivel szerettem volna menni. Azt mondja, mit csináljak magával, Tamás? Hát mondom, mondjuk engedjen el, ez teljesen kézenfekvőnek tűnik. Nem. Mit csináljak magával, Tamás? Ah, mondom, kössünk üzletet. Na, ugye, hogy ugye. 5, és nem láttuk egymást. Mondom, 2005-ben én tényleg nem láttam magát. De
De hát van az emberi fajta, amikor ez a dumálóka is cselben hagy. Hát egy ilyen forró nyári éjszakán bemegyek a kocsmába, kérek egy fröccsöt, kétharmad, egyharmad. Azt mondja a kocsmás, itt kérem, ne politizáljon. Hát mondom, jó barát, mondom, akkor egy vöröset nekem az is jó lesz. Komcsikat se szolgálunk ki. Hát mondom, várjál, van itt Gógyi. Mondom, tudja mit, adjon egyet a Jobbikból. Na ugye, tudja maga, hogy kell kérni, csak akarni kell. Egyébként az MSZP-ről az a véleményem, hogy olyan, mint a hasamon a háj. Hosszú évek alatt rakódott le, nagyon nehéz ledolgozni, és mindig visszajön. A Fidesz, az meg olyan, mint az arcomon a ráncok. Ahogy telik az idő, egyre mélyebbek, és ahogy idősödöm, egyre jobban zavar. A Jobbik, az meg olyan, mint a testemen a szőr. Amíg a seggemen volt, nem zavar, de most, hogy minden onnan előtüremkedik, egyre jobban idegesít. Megfigyeltem ám, hogy ki melyik poénon nevetett. Azt kell, hogy mondja, már nincs meg a kétharmad. Hát nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Remélem, hogy nem hadartam túlságosan. Hátul integettek, hogy lassabban, lassabban. De nekem nem megy, érted? Ez van. Ezt most már lassan beszélek, nem hallottál korábban. De ha már így a védjegyemmé vált, nem vagyok hajlandó leszokni a hadarásról. Mert így legalább tudják a lányok, hogy miután ledumáltam róluk a bugyit, éppen ilyen gyorsan perek tovább a nyelvem. Köszönöm szépen a figyelmet.